Tolnán 2017 óta látja el a háziorvosi ügyeletet egy budapesti egészségügyi szolgáltató cég. Az úgymond külsős háziorvosok megbízása egyáltalán nem ritkaságszámba menő jelenség az országnak ezen a részén. Például Dombováron és Paks térségében is ugyanígy tudták megoldani, hogy zavartalan legyen az ellátás. 2017-ben a tolnai önkormányzat Faddal, Fácánkerttel és Bogyiszlóval együtt kötött szerződést a KFT-vel. A humán erőforrás az egészségügyben, ugyanúgy, ahogy máshol is az orvosi alapellátási ügyeletben is óriási probléma. Tehát nem csak orvosok, hanem ápolók sincsenek, és valahogy a helyi orvosok és ápolók nem szívesen vesznek részt ebben az ügyeleti ellátási rendszerben. Úgyhogy máshonnan kell orvosokat, ápolókat hozniuk. 2017-ben a szolgáltató cég és az érintett négy önkormányzat úgy állapodott meg, hogy az ügyelet Tolnán lesz helyileg, a települések pedig a lakosságszámuk alapján havonta nem egészen 93 forintot fizetnek minden helyi után a cégnek. Ez nem tűnik nagy összegnek, de ha figyelembe vesszük, hogy Tolnán, Faddon, Bogyiszlón és Fácánkertben több mint 17 ezeren élnek, akkor könnyen kiszámolható, hogy eredetileg is nagyjából 1,5 millió forintos havidíjról volt szó. És ez csak az önkormányzatok önrésze. Ehhez a szolgáltató még az országos egészségbiztosítási pénztártól is kap normatív támogatást. A cég 2018-ban 10%-os emelést kért, azt még megkapta. Most viszont azt mondják, az idei évben már csak 177 forint per főáron tudnák a szolgáltatást ellátni. Ez több mint 72%-os drágulás egyetlen év alatt. Olyan nagymértékű lett volna ez az emelés, illetve a kérelem olyan nagymértékű emelésre vonatkozott, hogy véleményünk szerint és a mi közbeszerzési szakértőnk véleménye szerint a jelenleg hatályos szolgáltatási szerződés szerint nem is emelhetünk ekkora árat. Az önkormányzatnál azt mondják, tudják, hogy súlyos szakember hiány sújtja az egészségügyi alapellátást, de ekkora drágulást egyelőre nem tudnak kigazdálkodni. Ráadásul a távolról érkező orvosok, mint folyamatában kiderült, nem is minden esetben tudják 100%-osan ellátni a feladatot. Tudom, hogy a betegellátásban is sokszor problémát okoz, tehát nagyon sokan megkeresnek bennünket egyébként, hogy nem megfelelő időben érkezik az orvos. Én azt gondolom, hogy értve azt a problémát, hogy nincsenek orvosok és nincsenek ápolók, akik jönnének ebben az ügyeleti ellátásban részt venni, mi nem nagyon piszkáltuk a szolgáltatót, de az, hogy még egyébként mindemellett egy több mint 50%-os emelést is kérne, azért én ezt egy kicsit aggályosnak tartom. A képviselőtestület ezért egyelőre nem támogatja a szolgáltató által kért díjemelést, ehelyett az ügyben illetékes szakértőkhöz fordultak segítségért. Közbeszerzési hatósághoz fordultunk, hogy mennyiben módosíthatjuk az eredeti szerződést, aztán majd meglátjuk a későbbiekben, hogy módosítunk-e vagy sem. Vagyis az sem kizárt, hogy az önkormányzat felmondja a szerződést és új szolgáltatót keresnek.